Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Mai beszélgető társam Kemon Wesley Thomas, ha jól mondom, és vagyis MC Kemon. Hello, igen, hello, szevasz. Az Airi Mafia frontembere, de hát annyi formációban megmutattad már magad. És arra gondoltam, hogy kicsit hadd ismerjünk meg jobban. Mert nagyon sokat látunk, nagyon sokat hallunk téged a színpadokon. És persze, hogy az ember nagyon kutakodik, akkor talál az interneten mindenféle interjúkat rólad, vagy veled. De én egy kicsit szeretnék így beleásni ebbe az egészbe, hogy egyáltalán te hogy kerültél Magyarországra, hogy kerültél kapcsolatba a zenével. Mert kicsit olyan, mint hogyha még készen kaptunk volna téged. Tehát ugye az Airi Mafiát, aki ismeri, azt mondja, hát ő hát itt van ez a Kemon, gyerek, érted, aztán nyomja a rendet. Ja, az már készen van. És akkor tudjuk, hogy persze focista voltál, stb. De hogy kerültél pont Magyarországra focistaként, azt én például nem tudom. Üdvözlöm a hallgatókat. Ők is téged, hello. Én focistam régebben, egy olyan családból jöttem, igazából az apukámnak az oldaláról, ők mind sportosok voltak, kriketjátékosok, focisztak, mindenben, amiben tudtunk, amikor tudtunk sportolni, azokat így azért elvégeztünk és megcsináltuk, imádjuk a sportot. Most másik oldalról, Grenadán, ugye? A Grenadán, Karib-szigeten, szép kis sziget, ami arra fele van. Igen, szóval sport volt az egyik oldal. Hát apai oldalról? Igen, anyai oldalról viszont zene volt. Pár nagybátyám, mondjuk kalipszok, királyok voltak, vannak olyan versenyek, meg ilyesmik. Karneválkor, augusztus környéken Grenadán. Kalipszok, király. Kalipszok, királyok, és van két nagybátyám, akik azok voltak, úgymond. Nekünk van egy képünk Kalipszóról, volt itt Magyarországon egy Kalipszó rádió, a Bonanza Banzájnak volt egy Kalipszó című dala. Igen, de igen. Mit jelent Kalipszó királynak lenni Grenadán? Hát Kalipszó az egy fajta zene. Aha. Ugye? Hát nem mondanám feltétlenül, hogy népzene. Aha. Lehet, hogy a magyar ember azt mondaná, hogy népzene. Tehát de ez egy kulturális dolog. De az grenadai... Grenada, Karib környékén... Tehát olyan, mint a jamaikaiaknak a regi? A jamaikaiaké, igen. Igen, olyan, mint a regi. Volt a merenge is, meg kalipszó. A merenge az a puertorikói. Igen. Szóval valahogy a kalipszóban is voltak kis latin dolgok is. Aha. És akkor két nagybátyát kalipszó. Szó király? Igen, tehát azt jelenti, hogy vannak versenyek, írnak számokat, ugye? Aha, igen. Tehát olyan szövegeket, meg ilyesmi, és verseny, hogy mondjam, van egy egész szezon, karneváli szezon, és azon keresztül így. És akkor van egy zsűri, aki eldönti, ki írja a legjobb dalokat? Hát igazából, igen, meg a közönség is, ugye, ők is eldöntik, hogy melyik tetszik nekik a legjobban. Úgyhogy... És akkor a nagybátyáid, mint kalipszok, királyok, azok azt jelenti, hogy ők dalszerzők, vagy zenészek, igen, tehát igen, ők elő is adták? Hát előadták, szövegírók leginkább, meg énekesek, szóval a mikrofonnal tevénkedtek a legtöbbször, de ők is írtak a dalokat, vagy a producernek. És akkor úgy nagybátyáid, hogy a anyukádnak a testvérei. Igen. És akkor anyukád is benne volt a zenében, vagy nem, csak, annyira vagy nem, csak onnan van ez a vérvonal. Igen, igen. Inkább a vérvonal, meg persze, amikor ott nőttem fel, hát ezeket mindig láttuk, mindig zenélgettek, meg ilyesmit, részt vettünk, dobolgattunk, meg ilyesmi. Úgyhogy. Tehát akkor a gyerekkorodban meghatározó volt a zene is, meg a sport is egyszerre. Igen. Abszolút, abszolút. De mégsem zenészként kerültél aztán ide Európában, nem, hanem focistaként. Nem. Igen. Ott mennyire erős egyébként a foci Grenadán? Hát azért viszonylag kis sziget. Mostanában nem? Jobb, úgymond. Sok segít kaptak az éveken át, ugye? Tehát pont úgy kerültem ide. Tehát úgy mond, hogy innen elment Grenadára egy magyar foci edző. Ki volt ő? Kenyeres Imre. Aha. Akkor még MTK-ba dolgozott. Ugye a Vászki Gábor az, aki annó
A Várszegi Gábor volt ugye az MTK-nak a tulajdonosa. A tulajdonosa, igen. Tehát, meg nem mellesleg híres zenész. Igen, de igen, meg jó balkezes basszusgitáros, tehát láttam is őt játszani párszor, vagy próbálni. tehát de... Kenyeres Imre ott téged látott focizni Grenada? Igen, tehát úgy jött a connection a Grenada, hogy a Várszegi Gábor ugye Kongs, hogy mondják ez a Consulate General tiszteletbeli, a grenadai tiszteletbeli Magyarországon. Aha. Szóval onnan jött a kapcsolat, ugye, az, hogy Grenada, Magyarország, honnan, de amúgy se. Igen. Tehát, hogy... De ezek szerint akkor te ott már focisztál, volt egy klub, ahol te játszottál? Igen, Grenadán, igen, suliban te, is ugye jártam. Tehetségesebbek közé tartoztál? Hát igen, ezek szerint igen, tehát jól játszottam. Milyen akkor, poszton mondjuk, játszottál? Én csatár voltam, tehát támadó játékos. Az összes edző mondjuk a bal szélén szerette volna, hogy játszak, mert ballábas vagyok, és egy ilyen left winger. Hát igen, mondjuk poszta. Az ritka. Tehát egy jó ballábas játékos, igen, nem olyan sűrű fordul elő, mint a jobb lábasok. Igen, ez ritkább dolog, ugye, úgyhogy volt egy handicapem, de ugyanúgy úgy gondolom, hogy tudni is kell használni azt a bal lábat. Na és akkor hány éves voltál akkor, amikor Kenyeres Imre téged meglátott focizni? Én akkor 13 éves voltam. És akkor már régóta fociztál, igen, utánpótlás? Hát válogatottban meg ilyesmi nem, tehát az volt, hogy a Kenyeres Imre ugye kin volt 2 évig, azt hiszem, és az első évben ő volt még a nagy csapatban, volt a szövetségi kapitány. Tehát a grenadai válogatottnak volt a szövetségi kapitánya. Igen, egy évig, tehát ott segítette a grenadai focinak, tehát ugye az edzések, igen, a tudás, bocsánat, a tudások, amit ugye, tehát innen, meg az európai mentalitás, vagy foci mentalitás. Igen, és az még egy érdekes kérdés lehet, hogy kerülhetett oda egy magyar edző pont Grenadára, de hát nyilván azt nem te fogod tudni megmondani, viszont az engem érdekel, hogy oké, hogy volt ott egy válogatott ezek szerint, de hogy mivel hogy ez egy kicsi sziget, nincs is olyan nagyon sok lakos, volt országos bajnokság, tehát több csapat is volt, vagy hogy? Igen, hogy van országos bajnokság is, ugye, tehát annak olyan minden kis városnak van, ugye, csapata, és azon belül meg vannak faluknak, vagy egy kisebb településeknek csapatjuk is, és akkor országon belül így mennek ezek a bajnokságok. Vannak, amik úgymond nem feltétlenül az a full FIFA hivatalos, de helyi bajnokságok is vannak sok, de ugyanúgy van hivatalos is, ahol ugye járások, hogy mondjam, mérkőznek egymás ellen. Figyelj, nem jártam még arra. Nem ismerem annyira a Grenadát, de azért próbáld meg nekünk elmagyarázni, hogy te mekkora városban, vagy mekkora faluban, vagy hol nőttél fel. Tehát hogy képzeljük ezt el? Grenada az 323 négyzetkilométer egészben, ez az egész sziget. Azt olvastam róla, hogy az nagyjából egy fél Budapest, nem? Hasonló, igen. Talán kicsit nagyobbnak szeretném gondolni, de akkörül, igen. Igen. És nagyon szép, az egy régi ugye, kráter, vulkánik sziget, és hát szép zöld, sok szép tengerpart van ott, tehát vízesések, olyan dolgok, persze mindig süt a nap, ha nem süt a nap, akkor esik. Nem a hó. De ha így, nem is láttál, gondolom. Hát ott nem. Hát ott nem látnak ilyesmit. Hát nagy hegyek, szép környék, nagyon kedves emberek is, mindenki mosolyog, szerintem nem csak a napsütés miatt, meg a tengerpart miatt, de tényleg van ott egy fél, tehát nagyon sok szeretet van ott, és az a külföldi is, ember is, vagy aki máshonnan jött, az inkább nekik ott tehát érdeklődne utána, hogy honnan és miért, és hogy hívnak, és nagyon boldog emberek, tehát úgy mondjuk, hogy egyszerűek, de olyan szempontból ez hozza
sok boldogságot. Igen, igen. MC Kemon a vendégem, és elkezdtünk egy kicsit beszélgetni Grenadáról, még egy kicsit maradjunk ott, hogyha lehet, mert engem ez valamire érdekel, hogy például azt nem tudom, hogy vannak-e testvéreid, vagy egy-két gyerekként nőttél fel, milyen környezetben nevelkedtél? Nekem három öcsém van, mert négyen vagyunk fiúk, egy anyuka, ugye egy édesöcsém van. A mi apukánk, vagy az én apukám már 94 óta nincs velünk. Ő egy profi kriketjátékos volt, ahogy említettem, de Newcastle-ba, Angliába profi kriketjátékos volt. Nekem is volt szerencsém elmenni vele mondjuk egy jó 6 éven keresztül oda, szóval ott 3 éves koromtól 9-ig ugye minden évben mentünk amikor kriket szezon volt, akkor elmentünk áprilistól szeptemberig, ott töltöttük aztán fél évet, aztán a második fél évet, ugye a második felét az meg otthon, visszamentünk, hazamentünk, szóval mind a két helyen. De akkor hogy a focit választottad, és nem a krikettet? Hát abba jött az a lehetőség, amit úgy elválasztottam, nem tudom, tehát eldöntettem, hogy ez tök jó lehetőség lehet nekem, hogy ilyen messzire elmenni focizni, és na de várjál, ahhoz messzire elmenni, tehát hogy egyszer csak megjelent egy magyar edző ott Grenadán, téged meglátott, mint tehetséges gyereket, és akkor egyből már gyerekként azt mondta, hogy gyere ide Magyarországra? Hát mondta, hogy lenne egy olyan lehetőség, mert ugye innen a Vászegi úr ugye mondta, szólt neki az Iminek, hogy keressen két fiatal, az a második évben volt már, hogy keressen két fiatal embert, aki át tudnak jönni próbajátékosként az MTK-ba. Szóval ez volt az egész. És akkor tényleg 13 évesen terve. Igen, 13, még nem töltöttem be a 14-et. Volt példa előtted, aki ugyanúgy Grenadáról focistaként? Hát foci, én lehettem onnan az egyik első, ugye? Tehát azt az egész, hogy mondjam, azt a szintet, és nem csak mondjuk Amerikába hívnak fel focizni, vagy odamész suliba, vagy egyetemre, és akkor onnan lehet úgy fel, hogy mondjam, építeni magadat, meg ilyesmiért. De volt már képed Európáról, hát mondtad, hogy édesapáddal azért jártak. Igen, hát éltem Newcastle-ban is kiskoromban. Igen, volt képem róla is, meg, de hát nem Magyarországról, hát ez, erre nem lehet felkészülni. De mit szólt a család, mit szóltak a szülők, hogy te fogod magad, és 13 évesen a világ másik felére költözöl? Hát édesanyám úgy gondolta, hogy hogy rám hagyját, fiam, hogy szeretnél, vagy nem szeretnél menni, azt így hagyta, hogy én döntsem el valamennyire. És mert, nyilván neked kedved volt? Hát kedvem volt, mert láttam a lehetőséget, imádok focizni. És ha ott és maradtál mondjuk, volna, ott nem, tehát nem volt egy ilyen elképzelés, hát, hogy mi lesz belőled, ha nagy szerintem, leszel? Ha ott maradtam volna, akkor valami nagy kriket játékos lennék valahol a világban. Talán. Vagy Kalipszó király. Hát, nem tudom, hogy... Vagy Kalipszó király, igen. Simán lehetett az. Na, és akkor idejöttél Magyarországra, és akkor az MTK utánpótlásban egyből focisztál? Tehát ilyen akadémián, vagy... Nem, az akadémia az később jött, ugye? Tehát akkor még nem is volt, igen. Tehát még nem is volt akadémia Magyarországon. Károly akadémia az, igen, amelyik... Igen, mi voltunk az első mellett, gyerekek, igen. Ott, az első játékosok. De és akkor mit, bekerültél egy kollégiumba, vagy hol nem, a Vászegi Gáborral laktam. Tehát Vászegi Gábor egy ilyen pótapaként magához? Nem, egy pótmamám volt, aki ugye a Fotexen belül dolgozott. Most nem. Ja, az is Vászegi Gábor cége? Igen. Úgyhogy onnan lett egy pótmamám, mert fiatal voltam még, ugye, és nem lakhattam egyedül. Nyilván. Mennyire beszéltél akkor magyarul? Semmi. Sem ennyire. És mondj egy évszámot, hogy ez mikor volt? 98. 98. 8. nap, 8. hó,
98-ban léptem először magyar. Ide jöttél 13 évesen egy országba, aminek a nyelvét azt mondják, hogy nem is könnyű megtanulni, de nem is beszélted semennyire. Angolul beszéltél, vagy Grenadán milyen nyelvet beszélnek? Hát angol az anyanyelvem, úgyhogy angolul. Tehát Grenadán angolul beszélnek, aha. Igen, úgyhogy... Hál' Istennek azért voltak akkor is már Magyarországon, akik ezt az angol nyelvet, ezt értették. Hát értették, igen, meg miért ne tanulja meg az ember mondjuk a nyelvet, ha itt fog élni, vagy úgy látja, hogy több ideig lesz itt, vagy... Mondjuk gyerekfejjel talán még könnyebb. Hát biztosan. Mennyi időbe telt, mire azt mondtad, hogy kimersz menni az utcára egyedül és magyarul beszélni? Hát szerintem egy év után tartottam már egy beszélgetést, tehát elég sok mindent értettem már a privát órákon is már mondtam, hogy nem kell, mert azt tanítják, amit már tudom, úgyhogy így valahogy ez gyorsan ment, háló Istennek. Fia, tanulmányoknak kicsit még, álljunk meg. És még tanulok elég sokat. Élünk magyarul. Persze, hát, hogy így. Mert mondtad, hogy a édesapád kriket játékos volt, és utaztatok a világban, vagy mindig mentél Newcastle-be. Azért az iskolával összeegyeztetni, tehát, hogy 13 éves, amikor te eljöttél onnan, és ide kerültél Magyarországra, akkor te milyen szinten voltál? Tehát mennyit volt-e lemaradásod? Vagy a tanulmányaidban hogy álltál? Nem feltétlenül, mert úgy, tehát Az volt a jó benne szerintem, most, hogy megkérdeztél, és most, hogy visszanézem, szerintem, hogy angol gyarmat is voltunk, tehát, hogy így, vagy... Értem, Grenada. Tehát, hogy mondjuk ez az iskola szempontjából is. Szóval az iskola szempontjából is, tehát ugyanazok A-levels, O-levels, meg az a furcsaság, meg egyenruhák, meg ilyen dolgokat, úgyhogy valahogy inkább az angol tanításaim voltak, úgymond előbb, vagy értem. Azzal volt. Ha hazamentem, akkor lehetett lazulni egy picit, mert szerintem egy fokkal előrébb volt az amit mondjuk ott tanultam, vagy azt a fajta tanulást, amit kaptam, vagy nem tudom, tanítás, hogy mondják, hogy... Tehát ott keményebb volt a suli tulajdonképpen. Igen, nem tudom, hogy így keményebb, szerintem inkább a szintek, nem azt, hogy te lehet, hogy most ebben a fél évben Newcastle-ba csináljuk ezt, hazamegyek Granadára, és lehet, hogy mit tudom én csak akkor. Tehát, hogy így volt nem túl sok késés, de azért pont annyi, hogy tehát amikor idejöttél, akkor nem voltál lemaradva a korodbeliektől, ez volt nem, a lényeg. Nem. Meg úgy gondolom, jó voltam suliban is, meg jó Tehát jó tanuló voltam. Jó tanuló voltam. MC Kemon, és most már itt vagy Magyarországon, tehát hogy meséljük a sztorit, és focizol. A zene az akkor nem is volt az életedben jelen? Tehát amikor ide kerültél Magyarországra, akkor mennyire volt jelen az életedben a muzsika? Hát kazettákon, meg CD-ken, amikor azok jöttek már, hát muszáj volt valahogy azok a zenéket is hallgatni, amit otthonról hoztam magammal, meg ilyesmit, tehát, hogy erre felé nem feltétlenül szóltak azok a... Hát teljesen más zenei kultúrába csöppentél. Abszolút, és ehhez is, vagy erre is kellett azért valamennyire így figyelnem, hogy oké, hogyan passzoljam. Az de zenei stílusom. Tanulmányaid voltak? Mert hát nyilván tanultál, focizni tanultál, vagy kaptál képzést, de zenei tanulmányban volt részed? Nem. Tehát nem. Se Granadán, se itt? Nem. Aha. Hát ez még nem volt. Ez a véredben van, ezt úgy hoztad magaddal. Azt mondják, kaptad a jó Istentől. Hát sok mindent tanultam az éveken át, ugye? Aha. Tehát hogyan... Hát az ember szerez hogyan, magának igen, rutint. Persze, úgyhogy ez tök jó dolog, de lehet, hogy még nem tudom hány évesen, lehet, hogy elmegyek egy énektanárhoz, aztán megtanulom. Ahogy érzed. Na de és hogy maradjunk a foci karriernél. Tehát, hogy focistaként aztán be is kerültél a nagy csapatba, tehát, hogy NB1-es játékos lettél. Hát a Serdülöm, ugye 98-tól 13-14 évesen, Ser 1, nem, Ser 2, Ser 1, IFI B, IFIA, tartalék csapat, nagy csapat, ugye, tehát ezeket hát valahogy így mind szerintem tök jó az ember így átmegy azon, vagy lépked így szépen így felfelé.
És közben a grenadai válogatott keresett téged? Akkor még ott voltak Kenyeres Imre? Nem. Tehát nem lett az belőle válogatott játékos. Egyszer hívtak vissza, aha, és nem kaptam játék lehetőséget. De ez meg egy hosszabb sztori volt, hogy milyen edző volt ott, mióta ismert engem, bírta engem, vagy nem bírta engem, ő hívott engem vissza, vagy nem. Tehát, hogy sok politika volt benne. És valahogy nem lett nekem az a lehetőség, hogy az se, tehát kiskoromban sem, mert ugyanakkor ugyanaz volt az edző. és akkor ugyanígy nem kaptam lehetőséget, mert nem tudom, apukám miatt, meg mások miatt, meg aztán vidéki vagyok, meg fölvárosi. Ki gondolta volna, Grenadán így működik. Csak ott, az egész világon csak ott működik így. Úgyhogy ez egy szerencsétlen, hogy mondjam, ez egy nagyon... Néha nekem így szomorú szituáció volt, mert egy ember miatt, tehát ott voltam, játszhattam volna, vezettünk a másik csapat ellen 5-2-re, tehát berakadott volna, utolsó csere, elsétál előttem, megáll, oké, egy pillanat, rám néz, megy tovább. És nem cserélt be. És egy 30-szeres válogatott játékos választotta. És ez valami tét meccs volt, barátságos meccs volt? Nem, az tét, azt hiszem CONCACAF selejtezők, vagy ilyesmi. És Guyana ellen játszottunk. Csak hogyha valaki ezt nem értené, hogy ez pontosan mit jelent, az ugyanolyan selejtező sorozat. Igen, a VB előtt. A VB előtt, igen. Az egész ez, térség, mit tudom, Dél-Amerika. Hát Közép-Amerika. Igen, inkább. És Guyana ellen beállhattál volna, és... USA is benne van, ugye? Tehát szóval USA ellen is... volt utána meccs. A Guyanát megverték, a visszavágóra, ami Guyanában lett volna, erre nem is hívtak. Tehát ez volt az egyetlen egy meccs, amire válogatottba behívtak, de ott maradtál a padon. Igen, és még vakációzni egy kicsit, itt ment a bajnokság, ugye, akkor meg mindent, tehát itt kellett hagyni mindent félre, és visszamenni egy ilyen nagy csalódásra, és tehát szóval nem tudom. Ha jó, hát érzem a hangodban, hogy azért ez... Igen, szomorúság. Igen, mert... Ez úgy hiányzik a... Tehát az olyan, mint az életedből. A gyerekkora óta... Tehát valakinek a gyerekkora óta van valamit, ami oké, ez az valamikor jönni fog. És meg fog történni. Sőt, főleg, hogy Európában mondjuk játszok, meg MTK-ban, meg ilyesmi, és kevés olyan grenadai ember van, meg a szinten is, ugye? Tehát akkor se hívtak soha vissza, és egyszer a sportminiszter, hát múltkor ment el, a Adrian Mitchell, akkor ő volt a sportminiszter, ugye, és... Grenadában, igen. Igen, és mielőtt idejöttem, az ő csapatába is játszottam, foci csapatába, meg ilyen U15-ös csapatban, és akkor így mondta nekik, hogy hát mit csináltok, ott van egy emberünk, lesz meccs, akkor hívjuk vissza, ha nem fogtok, akkor én kifizettem, csak azért legyen itt a grenadai arc, és nem keresni, mit tudom én, Angliába a grenadai leszármazottak, vagy nem tudom. Szóval érdekes volt ez a... Tehát akkor foci, az jelentette az életedet, hogy itt focisztál. Meddig focisztál? Hány éves korodig? Meddig sikerült? Hát 6 évig fociztam. Miért hagytad abba? 98-től 2004-ig. Miért hagytad abba? Már elegem volt, sok, meg nem volt saját menedzserem se, tehát hogy így ebben, azon a szinten de már... De itt kaptál játék lehetőséget? Te folyamatosan játszottál az MTK-ban? A nagy csapatban csak egy pár meccsem volt. A végén már én rontottam el. De fizetést kaptál azért, hogy focizol? Tehát ennek az volt a foglalkozásod, hogy focista vagy. Persze, abszolút. De mi az, hogy te rontottad el? Mit rontottál el a végén? Nem, hát egy késéssel, amikor megkaptam egy olyan lehetőséget, akkor már nem voltam úgy motiválva a fociba. Előtte egy csomó mindent úgy gondoltam, hogy így történt, amit
amit így kivette belőlem azt a tüzet. Tehát, hogy így, és akkor volt valami elképzelésed arra, hogy oké, ezt abba hagyom, és akkor mit fogsz csinálni? Tehát az nem volt benne, hogy visszamész Granadára? Tehát neked az volt az elképzelés, hogy itt maradsz Magyarországon? Nem, ugye itt nő föl a kis tínédzser, meg ilyesmi, aha, ugye barátok lesznek, tehát bulizni elindul. Tehát pont az időszak, igen. Igen, és háló Istennek találkoztam olyan barátokkal is, akik úgymond, akkor már nem láttuk, hogy merre visz ez az egész, csak azt éreztük, hogy ez egy tök jó dolog, tök jó csapat, tök jó emberek vannak itt, zene ez megy, imádom a zenét, mindig érdekes bulikban vannak, meg olyan helyekre mennek, ahol úgymond a focisták nem feltétlenül kerülnek oda ebben a klubba, vagy ilyesmi, de a lényeg az, hogy így a zene, ami nekem így bejött, így tök jó volt látni, hogy vannak mások is, akik végül is hallgatják ezeket, és ismerik, és gyűjtik meg a CD-ket, meg a bakeliteket, meg ilyesmit. Tehát ez is egy része volt a dolognak, ami teljesen tetszett. Akkor még fociztam, ugye? De úgy érzem, hogy sokkal több minden volt úgy a fociba, vagy a klubban, vagy az én... A klub intézte mindenemet, úgy gondolom, hogy tehát ők adtak szállást, ők adtak enni, inni, fizetést. Igen, tehát úgymond a klub, tehát igen. Az elején ugye a Vászegi út, hát igen. A klub az övé, hát, úgyhogy az volt a dolgokat. Tehát, igen. Igen, de suli, meg ilyesmit. De az is egy olyan dolog, ha nem tud róla az ember, lehet, hogy valamelyik csapat akart megvenni engem, ilyesmit. Ezek nem jutottak le. Tehát bármilyen lehet, hogy nem. De az se jutott le. Tehát azok az infokat, meg azt, hogy a saját embered megvan, azt menedzsered, az tökre fontos. De miért nem volt menedzsered? Nem kellett neked, nem is gondoltál rá, vagy... Hát gondolom, akkor már nehezebb volt a klubtól elszakadni. Nem tudom, tehát nem kaptam az elején ezt, tehát nem úgy jöttem a klubhoz menedzserrel, úgyhogy szerintem az is egy olyan dolog, tehát... MC Kemonnal beszélgetünk, amikor befejezted a focit, akkor tulajdonképpen egy ilyen légüres térbe kerültél? Tehát onnantól kezdve már nem volt, aki fogja a kezed, tehát el kellett menni dolgozni, vagy... Hát mi volt a terv onnantól kezdve? Ahogy mondtam, így keresgéltem igazából, hogy mi lehet a foci után. Még voltam, de ez nem rögtön miután abba hagytam a focit. Pár évvel utána voltam még Vasasba próbajátékosként. Tehát azért megpróbálkoztál, mint focista. De dolgozni igen, de például akkor dolgoztál klasszikus értelemben? Dolgozni klasszikus értelemben nem dolgoztam. Akkor, tehát ahogy mondtam, keresgéltem, tehát a zene már akkor egy olyan szinten volt, hogy vagy nyomtam, hogy szerintem már lehetett látni, hogy ebből lehet többet csinálni, meg valamerre vinni ezt az egészet, és hogy el van fogadva, hogy oké, végül is jó, amit csinálok. És hogy nem a legrosszabb. Hát érzem, már találtál társakat is, akik hasonló felfogással zenéltek, és még közönség is volt rá. Igen, volt rá. Az egy új dolog volt, mondjuk a reggae, meg a dancehall zene, meg ilyen olyan fajta zenék, a Sampalok, meg a Lini Menek, meg nem tudom, tehát olyan, az még vadjúj dolog volt a magyar embernek is, szóval és én Karibi vagyok, onnan vagyok, és ezt hallgatom egész életemben, úgyhogy ez is egy olyan... És anyanyelvi szinten tudod nyomni, angolul, akár a repeket is. Igen. Tehát, azért az egy különlegesség. Igen, igen. Itt Magyarországon, igen. Mint a balláb, ugye? Tehát. Igen, és az is. Igen. Úgyhogy ez... Még egy pillanatra azért mennék vissza a tanulmányaithoz, mert mondtad, hogy általános iskolásként kerültél ide, hogy középiskolába jártál? Tehát valami szakmát tanultál egyébként? Én jártam az amerikai suliba, ami ugye az amerikai nemzetközi suli. Azt, hogy tehát amikor idejöttem, a foci volt. Foci, tehát az egy a te szakmád, igen.
DCZ-ér, nem tudom, kelljél, egyél focit megint. Tehát, hogy így focit egyél. Tehát, hogy ez, amikor alszol, akkor arról áll. Tehát ez volt az egész terv, úgymond, meg gondolom az edzőknek is, meg akik ezt az egészet így szponzorálták. De akkor az mikor derült ki számodra, hogy tulajdonképpen neked nem csak a zenei tehetséged van meg, hanem mondjuk a hangod is megvan hozzá. Tehát otthon te az zuhany alatt, vagy vagy hát a csapatnak mindig a csapattal a repeket, meg énekeltél, igen, ha szólt valami zene. Igen, volt egy pár roma csapattársaim is, tehát velük azért mindig tartottuk fel vagy jó hangulatot hoztunk ugye az öltözőben, meg ilyesmi, tehát hogy persze mindig azt szeretem, mindig a füles, ha buszon vagyunk, megyünk valahova játszani másik városba, akkor tehát nálam egyik első gyerek, aki ilyen Discman volt, meg ilyen hátrahajlítós, mit tudom én, füles, és akkor ment a Busta Rhymes CD, meg ment a 112, meg a nem tudom, a DMX, meg ilyen rappek, meg persze mellette a regik, a... És akkor ezeket te el tudtad nyomni. Igen, hát azt imádtam. Gyerekkorom óta azokat csináljuk. Tehát Grenadán dobolunk az asztalon, elrepeljük a kedvenc dalunkat, tehát hogy így ez egy, hogy mondjam, time passing, hogy mondjam, időtöltés, vagy ami passing time, nem tudom, hogy mondanám, hogy igen, tehát ott ülsz, és nincs mit csinálnod, akkor azzal meg... Tehát azzal meg töltöd az idődet, hogy zenét hallgatsz, és azt a zenét azt valahogy megpróbálod csinálni is közben, miközben hallgatod. Hát ha megyünk egy 3 órás úton, akkor nem fogunk ott csak ülni a kocsiba, valaki elkezd énekelni, valamit másik csatlakozik, szóval mindig nálunk mindig szerintem az mindig volt, és mindig van, az ilyen érezd jó magad, ne búsulj. Féle ilyen cucc. MC Kemonnal beszélgetünk. Mikor volt az első fellépésed? Arra emlékszel-e, hogy mikor, hol, mit adtál elő, kikkel, milyen színpadon? De jó kérdés ez. Nagyon jó kérdés. Nehogy már nem. Az első, nem kérdezte ezt még senki. Nem, tőled. Az első. Nem. Szóval én azt a kérdést nem kaptam még szerintem. De biztos emlékszel rá. Az első fizetet, amikor kaptam valamit, nem tudom, valami 5000 forint, vagy valamit kaptam, mert ez így jött le, amikor szétosztottuk a többiek között, meg ilyesmi. De az nem, akkor még fociztam. És nem, igazából nem az volt a fő dolog, hogy most oké, ebből most pénzt csináljuk. Tök jó, elfogadtak, tudok eljönni, MC-zek, mindenki örül neki, közönség is, oké, megtettem itt ma a dolgomat. De visszatem, most emlékszem, a első helyen, ahol mondjuk közönség előtt, elég nagy közönség előtt MC-ztem, az egy drum and bass bulim volt, a Komplexben, mikin volt BK-s, és egy Optical Rhyme Time, ők meg a DJ, meg egy MC, tehát az ők buliokon, egy Blade Runners buli. Tehát ők mai napig is nyomják a dolgokat, úgyhogy ez volt az első hely. Mentünk bulizni a haverokkal, és a nagy sztárok után magyar DJ-k játszottak, ugye, tehát végre lett ennek a show-nak, és folytatás, meg pár magyar DJ ment fel, meg magyar MC-k. És akkor te őket a haverok, Nem, én akkor nem ismertem. Hát utána kiderült, hogy kik voltak fönt, és az így nagyon vicces, mert utána nagyon jó, hanem legjobb barátok lettem azokkal az arcokkal. De hogy került el akkor a színpadra? Valaki felrángatott, vagy feltoltak a haverok, a haverok mondtak, nézd, ott van, ezért mindig rappelgetsz, meg freestyle-oztok, mit tudom én nálunk, ott a mikrofon, na, menjél fel, és nyomjad. És nem volt benned félelem? Nem volt benned egy ilyen... Minek menjek oda fel, tehát minek, hát, föllöktek, aztán... És mit adtál elő? Az ilyen freestyle volt? Freestyle volt, impro volt, az biztos. Hogy fogadta a közönség, arra emlékszel-e? Jó volt. Meg akik, a társak is, akikhez felmentem, azt így nézték, hogy mi van. És
ezután meg lementünk, máshol voltunk, ezt igen. már rég elfelejtettem, hogy ez már annyira nem igen. az volt nekem, tehát nem volt bennem, hogy így okay, most elmegyek is, most zenélni fogok, mm-hmm. hát akkor tényleg így még fociztam, és rendesen. Akkor is egy drum and bass buliba volt. Akkor de lényeg az, hogy onnan kezdve elkezdtek téged hívni. Tehát, hát hogy... az volt, hogy fellépés után, vagy lejöttem a színpadról, még mentünk a több teremben, meg megnézik körül. Tehát mentetek bele az éjszakába, igen. Nem, körbenézni ott a helyszínen, és egyszer egy srác oda jött hozzám, aki fönn volt a színpadon, hogy na, figyelj már, tehát ruhák, a szakatúval, ki az a srác, miért jön ide? Figyelj, nagyon jól nyomtad, nekünk van stúdiónk, meg csapatunk, meg minden, itt a telefonszámom, meg ilyesmi, ha úgy gondolod, akkor meg így. És néztem, jó, kösz. Kb. Ennyi volt, az kiderült utána, ugye, hogy az a Mango volt, a DJ Mango, aki, ha ő nem lenne Airi Mafia, nem lenne egy csomó minden, ami, tehát ő a keresztapa, és ez mindig úgy hívom, amúgy. És akkor meg eltelt, nem tudom, talán egy év. Uh-huh. Nem hívtam fel, ugye, nem semmi, tehát el is felejtettem, hogy igen. volt egy olyan szituáció, és akkor utána egy volt egy jamaikai haverom itt is, nagyon ritka dolog, és ő mondta nekem egyszer, hogy van egy olyan hely, ahol játsszák a regit, meg a dancehall-t, meg a hip-hopok, meg mondtam, hát itt ilyenkor Magyarországon tudti, hogy hazudsz, meg lementünk egyszer erre a G-pont van a Gimisatos bulira, ahol Mangóik játszott, meg Bosi, Szilekta Bosi, ugye a regi, bakelitek, meg a dancehall, és nem hittem el, hogy mi történik, hogy ilyen hely létezik. Hogy az a zene szól, amit te meg, szeret igen, hallgatni. Ami igen. itt van a CD lejátszóban, tehát ami friss, ami múlt héten jött ki, az hogy került ide már. Tehát, hogy így akkor ez egy nagy flash volt nekem, ugye. És persze rappeltek, meg freestyloztak, nem tudom hány MC, szabad mikrofon volt, és akkor így nyomták a skacok, meg egy lány, meg a lányok, pár lány nyomta még, az egyik a Szena volt, ugye, és akkor így néztem, hogy így, hú, mi ez a, mi történik? És akkor te vágytál közéjük? Hát ott voltam, lett egy ismerősem, és akkor rajta keresztül úgy egyszer így bevitt a stúdióba. Értem. Ahol dolgoztak, Eastern Studio, ugye ez régebben, tehát ez volt a bázis, és először mentem oda, és akkor mutatkoztam be mindenkinek, Kemon, és akkor volt ott egy DJ, ott scratchelgetett, mondtam, szia, Kemon vagyok, hát mi már találkoztunk. Én vagyok Mango. Ja, ő volt az, aki ő volt a Valga, és tényleg van stúdió, vagyok, és tényleg van Csaba, igen, és tényleg, de hát nem kellett akkor, csak, bocsánat, csak ja, hogy úgy jött körbe az egész. Tehát valamiért neked mégiscsak találkozni kellett ezzel az emberrel. Valamiért mégis kellett MC-znem azon a színpadon a komplexben, ami már nincs. Úgyhogy így történt az első. Igen, ugye az első fellépésem a Szigeten volt a második, vagy volt az első fizetett. De akkor még... Színetrip sátorba ebben a... mit tudom én, ilyen szénából volt megcsinálva ember. Igen, igen. Ilyen kör alakú. Na, tehát ott léptünk fel a Bosiékkal, és az kaptam egy ötöst utána. MC Kemon a vendégem. Mikor alakult meg az Airi Mafia? Tehát, hogy volt ez a világ, amit most lefestettél nekünk, ez azért érdekes, mert én egy teljesen másfajta zenei világból jövök. A rockzenekarok azok pincékben igen, alakultak meg. Igen, hallgattam a dalok. Ó, köszönöm szépen. Igen. Tehát, hogy ez egy teljesen más világ, ott meg kicsit zártabb is, hogy nem volt átjárás zenekarok között. Ma már teljesen más világ van. De nálatok ezek szerint mindenki szabadon, bárhova, bárkivel együttműködve nyomhatta a zenét. Elég nagy csapatunk volt, szerintem ez volt a segítség abban, hogy tényleg egy hip-hop csapat, egy crew volt.
akkor nem tudom, 5-6 MC, meg 5 olyan DJ, aki DMC-be scratch világbajnokok lehetnek. Tehát, hogy és ez az egész... mindig freestyle volt? Tehát nem voltak előre megírt dolgok? Hát, ha úgy volt, talán valamelyik másik refrént hoztuk fel, egy hip-hop dalnak a refrényét, ami úgymond ismert volt, csak azért, hogy átverdessen. Igen, tehát, hogy ilyenek voltak mindig. A legtöbbször ugye impro, vagy ha volt egy olyan dalt, ami a tiéd volt, akkor a többiek támogatták, tehát hogy így ott voltál, volt hype, meg tehát hogy egy igazi ilyen hip-hop, ilyen, nem akarom mondani, hogy Wu-Tang-es, vagy ilyen, de kb. Azt a egy crew, és elég sok, tehát nagyon sok tehetséges ember, és nagyon sok tanuló is, akik akartak, és ott voltak, és mindig ott voltak, és akartak, még jobban akarták, és most most nem kaphatom a mikrofont, amíg ők nem, de amikor igen, akkor fölmegyek, és akkor, tehát, hogy ilyen tényleg suli volt az egész, tehát én nem tudnék manapság annyira, vagy úgymond freestyle-ozni, igazi freestyle amúgy, mert fiatalok manapság, ugye azt freestyle nekik egy előreírt valamit, egy másik alapra, és akkor csinálok egy videót, és az egy nem, tehát hogy improvizálni kell helyben, ami ott van. Tehát tényleg úgy volt, hogy a zenét is ott hallottad először, és amit te tehát, vagy ha nem hallottad először, tehát amit múlt héten nyomtam rá, az ezen a héten, az, tehát nem is emlékszel, mert tényleg értem. Az volt, az nem volt leírva, és csak egyszer, ha próbáltad még egyszer ugyanúgy, az biztos, hogy nem sikerül. Szóval tényleg estél, keltél, megtanultad. Tehát egyszerűen és megismételhetetlen volt minden fellépés. Igen. Érezted-e magadon azt, hogy te mondjuk különlegesebb vagy, mint a többiek, vagy valahogy tehetségesebb, vagy jobb, vagy más? Nem, azt éreztem, hogy a csapat, olyan csapatom van, ami nagyon különleges, és akár különlegesebb, mint az összes többi. Én nem feltétlenül azt, hogy ide jöttem, és most, hogy azt csinálom, akkor én nem. Szerintem mai napig sem érzem azt, hogy én. Tehát akkor érezném azt, ha a saját dolgomat csinálom, és akkor a zenét is én csináltam, meg én mastereltem, én csináltam minden utolsó darabját a dolognak, és abból lesz valami, mit tudom én, hatalmas valami. Akkor azt mondom, hogy én. Igen. Azt mondom, hogy nézd, mit csináltam. De jó, hogy belevágtam. De jó, hogy még én masztereltem, még én de jó, hogy senki más nem nyújt hozzá. Akkor azt mondanám, hogy én. De egy kevesebb olyan pillanat van, vagy olyan dalom van, ami szerintem azt mondhatnám, hogy jaj, mekkora király vagyok, és milyen. Na, de mikor alakult meg az Iron Mafia? Tehát mikortól számítjátok azt, hogy... De az is ebből az egész körből alakult ki, hogy akkor váljatok csapattá? Igen, mert akkor meg, ahogy mondtam, a Bossiék, még volt ilyen reggae szekció, úgymond, mert a Love Alliance Sound System, az is egy ilyen sound systemes feeling volt, egy DJ-k, úgymond, és akkor MC-k, tehát mikrofonnal, és akkor szól a zene, néha kapsz egy alapot, egy instrumentális dalt, és akkor erre freestyle-ozol egy kicsit, aztán visszajön, és valami más rámixel, és tehát, hogy így ott voltunk, és a dalokat ismertük, ugye, meg voltak táncok is, olyan dalok, ami táncról szólt, ami mi ismertünk, és a közönség meg nem, és ott bóckodtunk a színpadon is, hogy megmutassuk, hogy miről szól az egész, tehát igen, az ilyen abszolút ilyen tanul, nem tudom, hogy akkor tanítottunk meg egy csomó mindenkinek egy csomó mindent arról az egészről, és jó érzés. Néha kicsit rossz, amikor az ember látja, hogy nem feltétlenül jön vissza az, de ahogy mondtam, hát mennek tovább a dolgok, és mindig keressük a jobbikat, vagy hogy mondjam, tehát jobbat akarunk csinálni. MC Kemonnal beszélgetek, és nyilván most már mindenki tudja azt, hogy te ki vagy, és hogy mivel foglalkozol. De mikor érezted te először ennek az egésznek a sikerét? Tehát mikor érezted azt, hogy most én már ebből élek?
ezt csinálom. Ezzel mi már befutottunk, nem én, hanem mi. Akkor éreztem ezt szerintem, lehet, hogy volt egy olyan időszakom, amikor így mondtam, hogy másom nincs, és néztem messziről a sikereket, amit úgymond a kisebbiket akkor, mert akkor még nem voltak ilyen, mondjuk 2005 után, ugye, azt mondtam a Mafia, tehát előtte a Gimisat Crew volt, meg a Love Alliance, és akkor a DJ-k, meg mindenki próbálkozott. Igen, de az még egy ilyen kis szubkultúrának adtátok elő, és azon belül sikeresek voltatok, de nem voltatok mondjuk egy ilyen nagy populáris csapat, mint amilyenné vált tulajdonképpen az Iron Mafia. Igen, hát nem volt az a hatalmas, nem volt ilyen nagyobb sikerek, úgymond, amit így az egész tehát ország... Sikeretek volt, de az volt, ilyen klub szinten. Igen, úgymond. Tehát országos szinten meg kisebb volt az, igen. Tehát mikor érezted, hogy akkor ez volt, megvan? Akkor volt ez, amikor láttam messzi, néztem messziről, mert 2007-ben el kellett hagynom az országot. De miért kellett elhagynod? Papírok miatt, vízum problémák, meg ilyesmik. Tehát, azért, mert hogy grenadai vagy? Igen. Grenadai állampolgárként nem tartózkodhattál volna Magyarországon? Igen, a foci ugye már nincs. És nem volt munkahelyed, más, és akkor éppen, igen, volt munkahelyem, és akkor ez megszűnt, és akkor jött az idő, hogy nem tudtuk úgy, vagy nem tudtam. De csak zenészként nem tudtál volna? Tehát az nem volt elég, hogy te nem, zenész szerintem volt. Akkor pont azt mondom, hogy akkor pont beindult volna valamit, be is indult, csak 2007-ben el kellett menjek innen, és mindazokat itt hagyni. És akkor hova mentél? Visszamentél? Londonban voltam. Elmentem Angliába, ugye a gyarmatosságról beszéltem. Igen. Meg. Grenadai paszporttal ki tudsz menni, fél évet kapsz, lakcímet mondasz, nagynénihez megyek ide-oda, és akkor fél év turista vízumot kapsz. De és akkor mit csináltál? Ott dolgoztál? Vagy ott én nem tudtam a turista vízumon dolgozni, viszont haza nem akartam Grenadára menni, mert lehet, hogy ma nem is beszélünk itt egymással. De miért? Hát mert akkor már megváltozott volna az egész szerintem. Ez egy nagyon fontos időszak volt, amikor hát nekem, tehát nagy döntések, tehát hogy így most oké, hagyjuk azt az egészet, úgyse ki akar oda visszamenni, vagy ilyesmi, de én akkor eldöntöttem, hogy én nem nagyon akarok hazamenni olyan messzire, tehát csak a nem vakációra és a saját erőmből. És akkor de Londonban sem akartál volna maradni? Tehát nem ott nagyon. Kellett végig gondolnod, hogy mi hogyan igen, tovább. Igen, itt akartam maradni, itt elkezdtük. Akkor volt már családod? Még nem volt családod? Nem. Elkezdtük tehát indul a Mafia, sokat dolgoztunk. Ugye 2005-ben visszatérve, úgyhogy 2005-ben alakult, akkor meg az is egy sound system volt, négyen voltunk benne. Ugye az Élő Marci, Élő Marci, aki a Szenának a férje is. Meg, igen. Hát ő volt a zenei agytröszt a csapatban. Tehát, igen. Hát meg a kitalálója, a Gáspár, a Horváth Gáspár, a Jumoldádi, ugye, a DJ. És ők ketten. Ma pedig billentyűsként van a zenekarban, ugye. Igen. Ketten ugye tulajok, és akkor a két MC, a Kalambó meg én. Tehát ez volt az eredeti setup az Iron Mafia. És akkor ebből mentél te ki Londonba? Nem, már a zenekar elindult, és ugye 2007-ben mentem ki, két évvel utána. És akkor meddig voltál Londonban? Vagy? Először 2,5 évig squatoltam, foglalatház. Squatoltam? Az mit jelent a squatoltam? A squat az egy, tudod, volt akkor régebben olyan üres házak is, meg Londonban volt kultúra, meg Németországban is, meg Hollandiában. Tehát, hogy az egykori tulaj ott hagyta a házat üresen. Hát igen, és akkor te meg épületed, oda... vagy gyárat, vagy nem tudom. És te beköltöztél egy ilyenbe. Hát igen. Nem volt hol laknod, nem volt mit dolgoznod. Akkor miből éltél? Hát a minden napból, hogy nem kellett úgy fizetni a dolgokat, akkor mentem ki és csináltam, amit lehetett. Nem rossz dolgokat,
nem... De zenélni zenéltél? Néha dolgoztam, volt, aki... Tehát ilyen alkalmi munkákat vállaltál. Igen, akik ugye, tehát bevállaltak ezt, hogyha most a munka helyre jön valamilyen ellenőr, és akkor engem ott talál, akkor neki is, akkor neki is rossz. Tehát, hogy így. De énekléssel vagy zenéléssel foglalkoztál? MC-ztem meg ilyesmi, de hát London az egy olyan hely. A sivatagba homokot, igen. Egy ide után kerültem be, vagy találtam meg azt a DJ-t, ő is nagyon sokat segített, a Chajci DJ, Slavka, meg somo ilyen szlovák Chajci is. Csomó, nem tudom, dubstepet, meg olyan dolgokat játszottunk, meg ilyen dubzenéket, meg erre MC-ztem. Akkor ugye érkezett a dubstep, a rendes dubstep zenét is, és az vadjúj volt, ugye, és meg Magyarországon is, úgyhogy... Na és akkor mikor jöttél vissza? Abból 2009-ben azt hiszem. De és akkor már hivatalosan? Fél évre. Igen, hát... Nem biztos, hogy mondhatná, hogy azt a sztori nem, hogy mi volt az a pont, hogy jöttem ide vissza, amikor kaptam azt a pecsétet, vagy akármit. Mert elmondtam neki, hogy fél éves vízumot, vagy turista vízumot kaptam. Tehát ennyit tudok arról mondani, és megkérdezte, hogy meddig voltam kint, és mondtam két is. Igen. Na, de, hogy... de aztán vissza tudtam jönni, azt aztán végképp nem... De hogy a... Hát ilyenkor... Annyit mondok, hogy van. Én hiszek. Ezek után még jobban. De egyébként te most már magyar állampolgár vagy? Nem, még mindig grenadai vagyok. De úgy, hogy most már egy családod van, nem tudom... Még mindig grenadai vagyok, igen. De a gyermeked anyja a feleséged egyébként? Igen. Aha, tehát igen. Akkor... És azzal nem jár együtt állampolgárság? Felvidéki, ugye a szlovák oldalán volt, akkor, amikor összeházasodtunk. Aha. Még mindig az volt. Tehát a gyerek előtt tehát akkor te magyar lett. Állampolgár lehetnél. Lehettem volna, nem tudom. De most ő is magyar, ugye? Aha. Meg a gyerek is magyar, persze, abszolút, itt született. De te még mindig granadai vagy. Én még mindig granadai. És mindig csak fél évig vagy itt. Nem, az Anglia. Ja, az Anglia. Igen, itt hivatalosan minden rendben, évek óta csinálom a dolgaimat, fizetem az adómat, rendesen meg mindent csinálom, ami egy felnőtt emberre így vár. És egyébként te nem is vágysz arra, hogy magyar állampolgár legyél? De. Majd, mi kellene majd, hozzá? Hát az, hogy most készülünk, bemenjek és megcsinálom az állampolgárságot. Amennyi hát a bürokrácia az eléggé érdekes sztori az én életemben, úgyhogy... Hát az nem könnyű. Úgyhogy... Az sosem volt könnyű. Igen. Igen. Igen, úgyhogy persze. Csak azért is fogom megcsinálni. És jó, hogy nem a... ja, meg fogom csinálni, és csak örülni fogok neki, hogy ez megvan, csak hogy mennyire ennyi szenvedés után ez még tüske is van bennem, hogy így... Hát megértem. Hogy most hova mi ez? MC-kel onnan beszélgetünk, hihetetlen ez a sztori, amit így az elején még viszonylag vidáman beszélgettünk, de most az előző körben, amit beszéltünk, azt gondolom, ez egy rettenetesen szomorú élettörténet is lehetne, ha nem ismernél téged, és nem tudnám azt, hogy te egy tök vidám, pozitív csávó vagy. Igen, lehetne, hát... Hogy minden nehézség megerősít, meg megkeményít? Vagy ezeket te ki tudod magadból énekelni? Vagy ha az ember hogy akarja, nem, vagy... Hogy nem törtél meg? Hát nem tudom. Tehát pont azt mondom, hogy én nagyon, nagyon... Hát az életben hiszek, és nagyon, nagyon csak az van. Tehát valahogy ki kell jönni a szomorúságból. Tehát az nem állapot. Soha nem is volt. Meg igen, megmutatni, hogy erős vagy, és tényleg át tudsz olyan dolgokat élni, vagy hogy mondjam, tehát átlépsz rajtuk. Egy idő után ez már semmiség, szerintem. Ráadásul, és előre is elnézést kérek ezért, de ezt gondolom, hogy ráadásul neked még duplán is meg kellett küzdeni, ismerve a magyarok, vagy egyáltalán az emberek hozzáállását ahhoz, hogy egyszer csak jön egy idegen, akinek még a bőrszíne is más, és tulajdonképpen ugyanabból a kenyérből akar enni.
Hát, hogy ezzel volt problémád? Hát, igen, hát biztos hogy voltak problémák, de most itt élek, itt nőttem fel, hova menjek kenyeret keresni, tehát, hogy így mehetek, de mindenki mehet oda, ahova szeretne, ahova gondolja. És szerintem az egy olyan dolog, amit nagyon gyorsan az ember tudja, azt el kell engedni. Aha. Tehát, hogy csinálja, amit tud, ha olyan helyzetben van, ahol jól lehet neki, akkor hajtson utána. Ne hajtson túlságosan, hogy széttörje magát, de azért legyen meg az, amit így a sajátját tud hívni, és azt mondja, hogy na, ez tök jó dolog, ez az enyém. Na viszont ezt mondanám, tehát nem a csapatban, hogy na, ez az enyém, és tudod mi, tök mindegy, hogy nem annyira vörös, vagy nem annyira zöld, mint a mit tudom én, de ez az enyém, tehát hogy valahogy onnan kezdődik minden szerintem. És ez sokszor segített, főleg amikor squatoltam, ugye 2009-ben visszajöttem, egy fél évig maradt, adtam megint vízum, és akkor megint Anglia. Megint egy év squatolás. Szóval én, tehát akkor se úgymond, akkor se adtam fel, és biztos van miért, van oka annak, hogy nem töltem meg, ahogy megkérdezted. Nem? Nehéz elmagyarázni, és nehéz mondani, hogy mit töröm én, minden keresnek azért, hogy ne, és akkor kapsz egy pecsétet úgy, hogy így kb. Az oka ott van, hogy miért ne. És akkor elkaphat, de nem látja. Valamiért nem. Szóval nehéz elmagyarázni. De ráadásul szem előtt vagy, tehát iszonyú tömegek előtt lépsz fel. Igen. Szerepelsz tévében, rádióban. Igen. Ráadásul nem egy zenekarban, hanem mindenféle formációkban feltűnsz. Igen. Ez kockázat számodra? Nem, mert hivatalosan vagyok itt, nincs semmi rossz, nincs semmi kosz rajtam. Az egyetlen, ami rajtam maradt, az, hogy néha kések helyekre, de ez az egyetlen. De ez azért van, mert grenadai vagy? Igen, azt mondják, más a kultúra arra felé. Az egy óra, az lehet fél három is. Nem? De voltak ebből azon kívül is problémáid? Mondtad, hogy a foci karriert is tulajdonképpen ezzel szúrtad el. Akkor a nagy csapatba kerültem, tök jó volt, öt meccsre hívtak, tehát Újpest ellen debutáltam, kaptam egy 13 percet, következő más Fradi volt, ott meg ott taktikai, is rohkál, nem? Taktikai nem? Csereként rakták be, azért a végén nagyon durva meccsnek, és ott voltam, és akkor pár nap múlva, vagy egy hét múlva egy edzésre késve jöttem, nem tudtam odaérni, Egervári Sándor azt mondta, hogy come on, akkor viszont délután a tartalékcsapathoz meg vissza, és akkor velük edzel. Tehát igen, mert ők adták a lehetőséget nekem, de sajnos nem tudtam úgy élni vele, ahogy így megtiszteltem volna, vagy értem. Hogy mondjam, tehát megtisztelő lett volna az ő szemükben. Az nekem az egy olyan dolog. De ebből tanultál? Tehát koncert például maradt el, vagy késett azért, mert te késve érkeztél? Nem, az, hogy koncert maradt volna el, hogy késtem, nem. Tehát az, hogy induláskor, vagy ilyesmi, tehát a turnébusz is párszor kellett várni rám, de nem órákat, de igazából még mindig késés, ha az ember így nem ér oda időbe, persze. De igen, ahogy mondtam, ezek akkor is ilyen nagyon-nagyon-nagyon jellegzetes pillanat, vagy fontos pillanatokat elrontottam azzal, hogy mondjuk a foci. Ez szerintem az előtte volt. Szóval a focit, az nem nagyon... ennyit bántam, hogy mondjuk a Sanyi bácsiéknak, meg a Kenyeres Iminek nem tudtam mondjuk egy kicsit többet adni, amíg ott voltak MTK-ba. De ennyi. Előtte egy csomó minden volt. Olyan büntetések, nem csináltam semmit, nem tehát a
igazgató úr, meg vadásznak, ez az ember csinál ugyanaz, az ezres, nekem meg 5, meg 8, meg 10 ezres, ha én csinálom, mert ilyen vadászat, ilyen abszolút ilyen. Ha mondjuk ezt a részét leveszed, vagy akár ezzel együtt is, mindaz, amit eddig elértél az életedben, zenészként, és nem csak az Iron Mafia tagjaként, mondhatnám a Random Trippet, és az összes többi formációt, amiben te részt vettél, meg az, hogy itt most egy gyönyörű családod van. Te elégedett ember vagy? Tehát mindazzal együtt, amit van, az egy elégedett, boldog ember most MC-kemon? Én szerintem nem mint az ördög, de én mindig többet akarok, és most, hogy több mindenem van, vagy hát a legjobb dolgom van az, hogy ilyen családom van. Most többet akarok nekünk, tehát hogy most nekik adni, meg ugye elérni még dolgokat, ami azt tudom mondani, hogy na látod, Kiánó, most ez a tiéd, most odaadom. Tehát, hogy igazából akkor leszek szerintem elégedett, amikor így látom, hogy átadtam annyit, vagy tanultam még annyit, vagy nem feltétlenül, hogy oda kerüljek, és őket lásd, vagy mindenki lásson engem, rám nézen, én azt a glóriát nem feltétlenül azt keresem, csak hogy így körülöttem, meg akiket szeretek, meg a vérek, meg a tesók, meg tehát, hogy mindenki rendben legyen szerintem. Tehát, és az úgy lesz jó, ha én is rendben vagyok, úgyhogy próbálkozok. Nem elég még. De tudod, mit mond erre? Például Csernus Imre, nem tudom, Csernus Imre-t ismered, de hogy az a szó nem létezik, hogy próbálkozom, meg próbálni. Hát csinálom, igen, csinálom. Ez igen. Jó. Csinálom, és remélem addig tudok boldogságot hozni, ahogy mondtam, a családnak először, meg aztán a mindenki másnak, akkor tudok boldog lenni, ha tényleg így tudom tovább csinálni, és mindig is boldoggá tenni az embereket, meg én is röhögök egyet most, meg most sírok egyet, de tudom, hogy holnap fogok röhögni, mert még csinálom meg így. Tehát, hogy így én szerintem úgy, tehát nem leszünk elégedettek soha. Senki nem az. Meg az tök jó látni, hogy a zenekaraid, vagy azok a zenekarok, azok a zenei formációk, igen, amelyekhez neked nagyon sok közöd van, azok úgy egyre feljebb emelkednek. Tehát, hogy nem tűnnek el a süllyesztőben, hát ugye Random Trip most ünnepelt a 15. születésnapját. Jövőre 20 vagyunk Mafiával. A Mafiával nagyon mentek, ott vagytok a legnagyobb bulikban, mindig van közönség, slágereitek vannak. Azóta lett saját zenekarom is, Communication Band, meg... Ott még mindig csak egy lemez van? Ott még mindig egy. Aha. De inkább utána, tehát ez volt az első szóló albumom. Úgymond. És akkor élőbe, tehát az egész projektet, úgymond a 95% az élőzene, dob, minden stúdióba, ez egy CD-t, borító, minden, tehát mindent te csináltál. Üres zsebbig. Tehát, hogy nem volt semmi, utána kb. Egy fél évig. Egy klasszikus albumot akartam csinálni, In Transit albumom, az 5 éves már, talán 6 lassan, de így egy klasszikus. És annak lesz folytatása? Úgy egy In Transit néven nem biztos. Hát de nem, hát hogy a te szóló lemezeit sorának most egy élőzene albumot nem csinálnék most rögtön. Tehát mind, ami benne volt, meg ilyesmi. Tehát nem is az a munka, vagy... És az összes saját zeném voltam úgy. A legtöbb. És az Iron Mafiában nincsenek saját zenéid? Hát úgy alapként nem, mint instrumentális dal. De szövegeid vannak? Van olyan dalom, igen. Van olyan dal. Vittem én az Up and Away című dalunk, az például mi csináltuk a Szekivel, a gitárossal, igen, ugye Iron Mafiával, de az alap az mondjuk. De klasszikusan úgy működik, mint egy zenekar az Iron Mafia. Igen, tehát, mi szövegírók vagyunk, a frontba vagyunk. Igen. Tehát, hogy így a 4 MC ugye, ha úgy van, és akkor össze kell hozni, tehát meg kell írni szövegeket, akkor van, amikor összetalálkozunk, van, amikor nem. Tehát, hogy így otthonról mélek meg ilyesmit, tehát, hogy 20 éves zenekar, és akkor, hogy mondjam,
szülök, meg az elég sok minden változott 20 év alatt. Hát de az jó is, tehát hogy az jó, abszolút jó. Hála Istennek, hogy tudjuk még csinálni, meg összehozni a dolgokat. Igen. Szóval ennek örülünk a legjobban. Úgyhogy amikor néha az van, hogy otthon írjuk, kapjuk a dolgokat, infókat, de soha nincs olyan, hogy oké, az lesz a végleges, és nem találkoztunk, de beküldtük, és akkor kiment az éterben, nem? Hogy mindig van egy olyan nap, vagy egy olyan meeting, ahol össze találkozunk. Ahol személyes találkozó van. Igen, oké, milyen mikrofon is jó néha ott van, és azt mondjuk, na, az változtatnám. Ja, az 2 perc, puf, minden be van kapcsolva, szóval mindig egyeztest. Nagyon egységesnek tűntök. Tehát, hogy kívülről nézve az Iron Mafia, ez egy ilyen pont olyan, mint egy 20 éves zenekarnak lennie kell. Tehát, hogy mindenki tudja a helyét, mindenki tudja a dolgát, és együtt verhetetlennek tűntök. Igen, igen. Erősek vagyunk, az biztos. Olyan szempontból, meg az élő adás, az nem egy könnyű dolog. Úgy gondolom, hogy mi azt megtanultuk nagyon régóta, és szerintem azért is sokan még mindig eljönnek, mert tudják, azt érzik. Hát mindegy, hogy olyan energia jön le a színpadról. Mit hall a rádióban, vagy mi szól éppen a rádión, oké, 8 éven, utóbbi 7 évben populári popdalokat csináltunk csak. Hát ahol, ezt mondom, hogy vannak slágereitek. Igen, ahol nem azzal kezdtünk, ugye, tehát hogy így nem ott kezdtünk, mondjuk a hip-hop, reggae fajta zenéket csináltunk régebben, de akkor is a popdalról beszélünk, ha az ember eljön a koncertre, akkor biztos, hogy teljesen más dalnak hiszi ezt az egészet. Mert de azért felismerhető. Fölismerhető, csak hogy így az energiát, amit adunk, ide-oda pattogunk, tehát hogy így ismerjük egymást, tudjuk mikor, hogyan reagál a másik, tehát hogy így, hogy ez egy nagy erősség nálunk, az biztos. Hihetetlen, hogy még mennyi minden van, amiről tudnánk beszélni, de már rég lejárt az időnk, de jó volt téged hallgatni, és nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.